zenéljünk együtt a gyerekekkel, mert úgy éreztem, hogy ez egy fontos dolog, és hogy ezt meg kell tartani, és fejleszteni kell. Én úgy gondolom, van különbség keresztény könnyű zene, illetve a dicsőítés közt. Nyilván óriási a közös metszet, a közös halmaz. Mit jelent ma hívőnek lenni? Ezen kívül még ezernyi kérdésünk van a hitről. Keressük együtt a válaszokat az Ökumeni jegyében. Podcast a hitről a Szolnok Televízióban. Sok szeretettel köszöntöm a mai Hit Podcast nézőit. Bárány György, református segédlelkész vagyok. Mai beszélgető társaimmal az ifjúság helyzetét járjuk körül a gyülekezetekben, az egyházban, hogyan tudják megélni a kereszténységüket, hogyan tudnak beilleszkedni egy-egy közösségbe. Magam is nagycsaládos lévén és a szolgálataim révén is sokszor találkozom azzal, hogy olykor adódnak nehézségek azzal, hogy egy fiatal hogyan találja meg a helyét, milyen szolgálatokat tud vállalni, milyen tevékenységgel tudja kifejezni Isten iránti háláját. Ezt a témát járjuk ma körül beszélgetőtársaimmal, Vég Hannával és Hajdú Barnabással. Szeretettel köszöntelek benneteket. Kérlek, hogy egy pár szóval mutatkozzatok be. Hajdú Barnabás vagyok, 36 éves, három gyerek édesapja. Pénzügyi controlling területen dolgozom, és hát lelkes gitáros szolgáló tagja vagyok a Szolnoki Református Gyülekezetnek. 2010 óta járok ide. Az, hogy miért 2010 óta, az egy másik kérdés, nem is fontos a mai témánk szempontjából. Magát a gitározást, ami szerintem arra majd később szó fog kerülni, 2003-ban kezdtem. Én inkább úgy fogalmaznám, hogy elhívott zenésznek tartom magam, semmint profi zenésznek. Maradjunk annyi, hogy elhívott zenész vagyok, aki tud azért néhány dolgot. Van pár év tapasztalat mögöttem. Röviden ennyi szerintem. Én Vég Hanna vagyok, 21 éves, két napon belül. Egyetemista vagyok, az ELTÉ-re járok, és hát így az egyházon belüli szerepemben a legfontosabb az tudni, hogy lelkészgyerek vagyok. Ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Igen. A következő kérdésem az lenne, épp ahogyan az záró mondatod elhangzott, hogy mit jelent számotokra a gyülekezet, a lelki család, hogyan tudtok kapcsolódni, miért fontos számotokra, hogy gyülekezetbe járjatok, gyülekezethez tartozzatok, ha erről mondanátok néhány gondolatot. Nekem erre a kérdésedre hirtelen egy kép jutott eszemben. 2013-ban, ha nem csak az emlékezetem, voltunk egy ifis táborban, este volt egy tábortűz, és a vezető hát egy ilyen szemléltető mozzanatot gondolt ki, hogy akkor mindenki fogjon meg egy fát, aminek a egyik vége a tűzbe van, a másik meg értelemszerűen nem, vegye ki, mi történik vele. Hát ugye percek múlva az a bizonyos fa már csak parázslott, aztán kialudt, csak füstölgött. Ugyanígy vagyunk mi is, úgy gondolom a közös tűzhöz vissza kell menni, a közös tűzbe újra lángra kell lobbanni. Szerintem ennyi. Hát, mivel, ahogy mondtam, lelkészgyerek vagyok, én nem is igazán tudom, hogy milyen az, amikor az ember nem tartozik gyülekezethez. És hát így nehéz is egy kicsit megfogalmazni, hogy miért vagyok ott, mert hát nem is lehetnék máshol. Viszont volt mégis egy kisebb szünet, amikor elköltöztem otthonról, amikor nem volt annyira időm gyülekezethez kapcsolni, meg mivel külföldön voltam, ezért nem volt sok lehetőségem, mert hogy nem értettem annyira a nyelvet. És akkor éreztem, hogy hiányzik, éreztem, hogy kell a közösség, ahogy Barna is mondta, fontos az, hogy az ember közösségbe járja, hogy tudjon beszélgetni ezekről a dolgokról. Köszönöm. Hát a gyülekezet életéhez hozzátartozik a szolgálat, a Biblia erről világosan beszél, és ez nem egyszerű, ez a kulcsfogalom, ez a fontos fogalom, amit használunk mi keresztények. Olyan ez, mint amikor a egyszeri református lelkész töprengve sétál az udvaron, és mondja, nem értem, nem értem, nem értem, oda megy hozzá a felesége, hogy mit nem értesz, segítek, elmagyarázom.
Hát elmagyarázni én is tudom, de akkor sem értem, hogy miért nem jelentkeznek az emberek ugye a szolgálatra Isten iránti hálájukból, és hogy kifejezzék azt, hogy valóban elkötelezettek az Úristen szolgálata felé. Tehát igazán a komolyra fordítva a szót, a kérdésem az lenne, hogy van-e szolgálatotok a gyülekezetetekben, milyen szolgálat ez, és miért tartjátok fontosnak, hogy szolgáljunk az Úristennek, ha keresztényekké válunk? Akkor kezdem én. Én hát így benfentesként, így lelkés gyerekként akarva akaratlanul majdnem elég sok mindenben benne vagyok, és hogyha nem marad senki, akkor általában mi közülünk sorsoljuk ki, hogy ki az, aki elvégzi a dolgokat. De ez nem mindig olyan keserű, mint aminek hangzik. Hát itt a Szolnoki Református Gyülekezetben volt még mikor 2015-ben, 2016-ban egy ifi bandánk, amiben elkezdtem járni. Ott szerintem ott kezdtem el igazán a szolgálatot. És ott akkor még dobosként, vagy hát néha csellistaként voltam ebbe benne. És az, mivel a nagyobb része a résztvevőknek már akkor ment egyetemre, ezért az így felbomlott egy kicsit, és nagyon elszélettünk így, és egyedül maradtam igazából így ebben, mert hogy én még akkor fiatal voltam, már hogy 14-15 éves, és akkor megtanultam gitározni, és átvettem a kisebb gitáros szolgálatokat édesapámtól, hogy ne neki kelljen mindent csinálni, és akkor még nem voltak ilyen nagyobb, vagy direkt erre ki hangsúlyozott alkalmaink, hanem akkor csak hát ilyen kisebb alkalmakon, gyerekreggelin tartottunk ilyen gyerekreggeliket, ahol a gyerekekkel együtt zenéltünk. És mostanában, 2021-ben, igen, tavaly beadtam egy pályázatot, hogy akkor ezzel egy kicsit tovább menjünk, hogy egy kicsit több helyen is zenéljünk együtt a gyerekekkel, mert úgy éreztem, hogy ez egy fontos dolog, és hogy ezt meg kell tartani, és fejleszteni kell, és megnyertem, és hát így közben, eközben emellett fejlődött ki egy újabb zenekar. Néhányan jelentkeztek, hogy szívesen zenélnének együtt, és akkor ezt így összehoztuk, úgyhogy ez a kettő így egymás mellett ment, és most egy egészen jó bandát sikerült összehoznunk, hogyha ezt így szabad mondani, nem tudom. És most már gyakran zenélünk együtt, én ebbe látom a legnagyobb szolgálatomat, és a fiatalok között is szolgálok, mivel hát akkor, amikor ez a régi ifi banda is volt, akkor volt egy ifjúsági lelkészünk, aki úgy összefogta az ifjúságot, és az nagyon jó élmény volt nekem, mint 13-14-15 évesnek, hogy össze van fogva az ifjúság, és hogy összejárunk, és tudunk beszélgetni ugyanolyan korúakkal a hit kérdéseiről. És most, hogy én már így felnőttem, most így ugyanezt az élményt szeretném adni a fiataloknak, hogy legyen hova tartozni. Jézus azt mondta, hogy tegyetek tanítványommá minden embert. Annak ellenére, hogy itt ülök, nem vagyok a szavak ember igazából. És én a zenében találtam meg a szolgálati lehetőségemet. Úgy érzem, és ez a meggyőződésem, és ez a hittem, hogy a Isten erre hívott el, erre adott nekem talentumot. Ez az, ami lelkesít. Néha túlságosan is, emiatt követtem el, és fogok nyilván elkövetni néhány hibákat, de én azt mondom, inkább igen, ez a láng bennünk ezerrel, én sem, hogy csak füstölögjön. Én is részese vagyok Hanna által felvázolt zenekarnak, gitáros, időnként szólogitáros pozícióban. És igen, úgy gondolom, hogy ez az a közeg, amiben otthonosan érzem magam, ez, amit a Jóisten rám szabott, ezt csinálom.
Köszönöm. Nagyon jó hallani fiatalabbaktól is azt, hogy Isten, még ha néha nem is látszik, hogy ő munkálkodik, mégiscsak megszervezi, megtervezi azt, hogy amikor sivatagosabb idők vannak, nincs ifjúsági lelkész, vagy nincs ifjúsági csoport sok taggal, mégiscsak ezek után jönnek áldásosabb időszakok, hogyha az ember odaszánja magát. És hát az is egy nagyon fontos tanulság, amiket elmondtatok, hogy ami testhez álló egy keresztény embernek, azt a szolgálatot vállalja el a mindenhez is értek időszaka, talán már egyébként is lejárt a mikorunkba. Jó ezt hallani, hogy ti így megtaláltátok a szolgálati területeteket a Szolnoki Református Gyülekezetben. Hát ha jól értem, akkor tulajdonképpen ti egy, bocsánat a kifejezésített dicsi csopi vagytok, azaz dicsőítő csoport, és az ifjúság felé szolgáltok ezzel a zenével. Ez keresztény könnyű zene, vagy tényleg dicsőítő zene? Egyáltalán van-e különbség a kettő között? Láttok-e különbséget ezek között? Válaszoltok én is elsőként. 2003-ban, ahogy már említettem, akkor kezdtem el gitározni. Nem titok, Kovács Ákosnak az Andante albuma az volt az első nagy inspiráció, hogy akkor én kezdjek el gitározni, és már azon az albumon is megjelennek például Megváltó című dal keresztény vagy keresztény elemeket tartalmazó dalok, vagy mindenképpen keresztény értékrendet tükröző dalok. Én úgy gondolom, van különbség keresztény könnyű zene, illetve a dicsőítés közt. Nyilván óriási a közös metszet, a közös halmaz. Keresztény könnyű zene, ha lehet így fogalmazni, nyilván azokat az értékeket, azokat a témákat, amelyek mind a kereszténységgel, akár Jézusról direktben, indirektben szólnak, míg a dicsőítés az sokkal inkább, ugye az ezen a nap, alkalmon is hallottam, hogy az úgy gyakorlatilag imádságok. Imádságok megzenésítve, amolyan kvázi belehelyezkedés Istennek a jelenlétébe, Istennek a valójában. Én itt látom a fő különbséget a kettő között. Igen. Hát én egyébként nagyon-nagyon sokszor, miközben így együtt zenélünk, gondolkozom ezen, és édesapámmal is sokat beszélgettünk erről, hogy az, amit mi csinálunk a gyülekezetben, az nem egy koncert, az nem arra van, hogy mi megmutassuk, hogy mi mit tudunk, hanem arra, hogy Isten dicsőítsük, és megmutassuk. Végül is lehet úgy is nézni, hogy megmutassuk, hogy mi mit tudunk olyan szinten, hogy mi milyen tehetséget kaptunk Istentől, és ezzel megint csak őre visszamutatni. És ez egyébként nehéz szerintem, hogy ezt tudatosítani így zenélés közben is. Viszont mindenképpen van a kettő között különbség, a keresztény könnyű zene és a dicsőítés között, és én mindig tudatosan próbálok arra figyelni, hogy miközben én éneklek, és miközben én gitározok, a közben arra gondoljak, hogy ezt most Istennek csinálom, és nem az embereknek. Nagyon köszönöm, hogy ezt hangsúlyoztátok, mert a magyar könnyű zene piacán is megjelentek olyan előadók, akik, ha keresztény füllel hallgattam, akkor akár pozitív, akár negatív értelemben is énekeltek Istenről, de ha akartam mondjuk egy szerelmes dalnak, vagy valami hozzám közel álló személynek az elvesztését, a benne való csalódást, vagy egyebet énekelt meg az énekes. Én magam is úgy érzem valóban, hogy a dicsőítő zene az nem a mai piaci igényekhez igazodik, sem a hosszúságában. Általában azt mondják, a 3 perces számok a jók, mert ezt még meghallgatják az emberek. Illetve hát szövegében is én úgy érzem, hogy egyrészt sokat fejlődött fiatalkoromtól kezdve. A fordítások és egyebek után megjelentek Magyarországon is azok a szövegírók, akik tényleg keresztények és a szívükből írják ezeket. És kicsit párhuzamot látok, hogy talán Dávid is ilyen botrányos lehetett a maga idejében, amikor a zsoltárait szerezte. Ugyanakkor azt is olvassuk a zsoltárokban is több helyen és más helyeken is, hogy a korabeli hangszerek arzenájával dicsőítették az Isten. És hát nyilván, ahogy modernizálódik az életünk, így be kell vonnunk a mostani zenét is az életünkbe, az egyházba is. Hogy látjátok ezt, hogy ti magatok egyénileg hova szeretnétek eljutni azzal, hogy ilyen
szolgálatot vállaltatok, illetve hogy kiknek jó ez, kiket lehet elérni, megszólítani esetleg ezen a szolgálaton keresztül? Én azt gondolom, hogy bárkit egyébként, de nyilvánvalóan ez látszik, hogy ez inkább a fiataloknak élmény. Itt van egy angol vagy amerikai, nem tudom pontosan, szerző, akinek van egy könyve, egy ilyen napló, és abban van az ő, mint lelkész, az ő fiának van egy bandája, és az a nevük, hogy Rossz hír az ördögnek. És amikor ezzel a bandával fellépnek a templomban, akkor megkérdezi egy néni, hogy mi is ennek a bandának a neve? És akkor mondja neki egy valaki más, hogy Rossz hír az ördögnek. És akkor mondja, hogy hát, ha engem kérdezel, Rossz hír, ez mindenkinek, fiam. De hogy ez nem mindenhol, vagy nem minden idősebbnél van így egyébként. És mostanában hallottam egy olyan visszajelzést, egy konferencián voltak a gyülekezetből egy pár ember, és ott ilyen fiatalos dicsőítő zene volt, és az egyik gyülekezeti tagunk rácsodálkozott, hogy mennyi mindent át tud adni, és hogy azt gondolta, hogy ez inkább elítélendő, és hogy ez nem az, amin keresztül Isten szól, de hogy amint meghallott, és amint, ahogy figyelt a szövegekre, úgy érezte, hogy ez is átad valamit, és hogy nagyon-nagyon szívhez szóló szövegei vannak, és akkor ő elhatározta, hogy mostantól többet fog hallgatni ilyen fajta zenét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak a fiataloknak szól, de nyilván mi fiatalok közelebb állunk ehhez a stílushoz, meg sokkal közelebb állunk hozzá, mint az orgonás zsoltárokhoz. Így főleg azok, akik nem úgy nevelkedtek, mint én, hogy keresztény közegben, és már kiskoruk óta hallgatják azokat is. Szerintem sokkal, sokkal közelebb állunk hozzá. És amikor gondolkoztam a válaszokon, akkor egy ilyent írtam fel magamnak, hogy 99 éves korig, meg ugye volt küldök egy dalt mindenkinek, aki szereti, viccet félretéve. Valóban így gondolom én is, hogy bárki, akit megérint, nekik szánjuk. Tehát nem tudom, igazából csak önmagamat ismételném. Ez egyik gondolatom, a másik gondolatom pedig az a kérdéssel kapcsolatban, hogy még sok-sok évvel ezelőtt volt egy fiú, aki szintén ilyen hasonló dicsőítő zenéket játszik, és ő annyit mondott erre, hogy a mai posztmodern embernek, aki annyira keresi a válaszokat, és annyira tényleg így a szívében lévő gondok, problémák, minden, ami bennünk van emberileg, ő úgy gondolja, hogy ezek a kortárs dicsőítő zenék könnyebben meg tudják szólítani. Hát igen, megboldogult fiatalkorom emlékéből él az, hogy sok-sok írás megjelent arról, hogy milyen ördögi a rockzene, amit egyébként a mai napig hallgatok, és hát remélem nem botránkoztatok meg vele senkit, de hát egyik kedvencem volt a Black Sabbath, értettem a szövegeiket, és kicsit mosolyogtam azon, amikor valaki azt hírelte itt a magyar újságokban, hogy visszafele lejátszva az ördögről énekel Ozzy Osbourne, hát ő odafele is képes volt énekelni az ördögről, bocsánat, iróniáért, és hogy nyilván azt mindenki maga választja meg, hogy milyen témát ad annak a könnyűzenének, amit játszik, de hogy nem minden estől rossz. A másik gondolat pedig az, hogy amikor valaki keresztényé lesz, akkor azért nyitottnak kell lennie a változásra, hiszen Isten formája alakítja az életét, függetlenül attól, hogy hány éves. És hát sajnos néhány kedves testvér megmarad abban a hasonlóságban Istenhez, hogy nincs változás, és változásnak az árnyéka sem. Tehát értem ez alatt, hogyha nem vagyunk nyitottak arra, hogy Isten miben ad újat, és közben megőrizteti velünk a hagyományainkat, a közben azért, ha nyitott a szívünk, akkor képesek vagyunk elfogadni azt, hogy már nem azon a hagyományos módon történnek a dolgok, ahogy a régi időkben. Ahogyan nem járunk saruba és olyan ruhában, mint Jézus korában, és nem az apostolok lován közlekedünk, amikor misszióba megyünk, nagyon sok dolog van, ami
nem üdvösség kérdése, hanem egyáltalán a jó értelembe vett felhasználása annak. Talán erre is értené Pál, ha ma írná a levelében azt, hogy mindent megpróbáljunk, és ami jó, azt megtartsuk, és nyitott szívvel kell menni. Mint gyakorló lelkipásztor, segédlelkész, ugye magam is tapasztalom, hogy milyen óriási elvárás van a lelkészek felé, vagy a szolgálók felé, de közben én azt gondolom, hogy a szolgálatot igénybe vevők, például az igehirdetés hallgatói, a gyülekezet, vagy egy dicsőítés hallgatóinak is készülni kell erre az alkalomra. Tehát a szívüket meg kell nyitni Isten előtt, és az előtt, amit ott Isten kimunkál egy alkalmon, akár egy dicsőítő alkalmon, vagy egy ifjúsági alkalmon. Hát így az alkalmakat megemlítve, milyen alkalmakon szoktatok zenélni, szolgálni a gyülekezetben, vagy esetleg máshol? Hát úgy erre nagyjából már kitértem korábban. Igazából vannak ezek a gyerekreggelik, ezek minden hónapban azt hiszem van egy családi vasárnapunk, és így a fiatalabb korosztályjal, a gyerekekkel, a hittanosokkal együtt szoktunk így reggelizni vasárnap reggel az istentisztelet előtt, és ott szoktunk így együtt énekelni, és egy kis áhítattal kezdjük így a napot, és ezután, hogy begyakoroltunk ilyen általában kettő éneket, amit bent a templomban is eléneklünk. És hát ez az egyik. Ezen kívül pedig vannak az ifi istentiszteleteink, ami most jött be. Ez egy újítás. Mivel volt egy családi napunk még szeptemberben, ahol összeállt ez a banda, amink most van, és úgy éreztük, hogy ez egy hiány, és sok gyülekezetben országszerte van már ilyen ifjúsági istentisztelet, és hát nyilván ez nem csak ifjúsági, mint ahogy a nevében van, hanem ezt mindenki, bárki jöhet, csak egy kicsit más a felépítése. És hát sokan mondják erre, hogy ez teljesen fel van vizezve az egész üzenet, és hogy az, hogy ifjúsági zene szól, az még csak a kezdet, de hogy a prédikáció sem ugyanazt az üzenetet adja át, mint amit a reggeli 10 órás istentisztelet a felnőtteknek szánt. Viszont ez nem így van, csak egy kicsit könnyebben érthető képies megfogalmazással, hasonlatokkal próbál készülni édesapám, hogy egy kicsit a fiatalokat megfogja vele. Úgyhogy ott szoktunk szolgálni, arra szoktunk így ifi zenekarként készülni. És vannak még ilyen külső programaink is, ezt átadom a szót Barnának, te elmondhatod. Köszönöm szépen. Már eddig két külső meghívásunk volt. Egyikre már el is mentünk, ez Besenyszögön egy kurziós útrea volt, ami, ha jól tudom, akkor egy ilyen bátorító, megerősítő alkalom volt. Gyakorlatilag egy délelőtöt töltöttünk, három blokkban énekeltünk, illetve zenéltünk. A következő pedig Ceglédre van egy meghívásunk, vagy még ebben a hónapban, vagy következő hónap vége fele, még nem lett eldöntve, hogy melyik időpontra le vagyunk hivatalosak. És hát nagyon reméljük, hogy több ilyen külső meghívás is érkezik majd, illetve tegnap este Hannával beszélgettünk is ilyen lehetséges alkalmakról, és felvetődtek ilyen ötletek, hogy akár Szolnok napján, vagy a nyár folyamán többször, vagy akár Tisza Virág Fesztivál alatt, akár a templom kaput kinyitva, a templom kapuba oda visszük az áramot, erősítőt, hangszereket, minden felszerelést, és akár a templom kapuba. Tehát ezt a nyitott templomok éjszakáját, amit már többen tapasztalhattak, ezt még kijebb visszük. És már nyitott templom kapuk éjszakája is lehet akár. Már nevünk is van rá. Ez nagyon tetszik nekem, attól, hogy más generációt képviselek, annál is inkább, mert ugye én nem osztottam soha azt a fölháborodást, amikor villanygitárral játszottak a fiatalok, vagy dob volt a templomba. Hát részben már érintettük azért, de hogy különbözik az egyházi zenétől, vagy a hagyományos egyházi zenétől a modern dicsőítés.
De hogy ti hogy érzitek, hogy számotokra ez kifejezőbb? Tehát mi a tapasztalatotok például, hogy fogadja ezt a gyülekezet, a ti szívetekből jövő szolgálatot, éneklést? Van-e ebből esetleg konfliktus, hogy valakinek ez nem olyan tetszős, mint a hagyományos orgona, orgonával kísért dicséretek vagy zsoltárok? Tehát mik a tapasztalataitok? Én azt gondolom, hogy ifizene és ifizene között is lehet különbség. Arra gondolok, hogy voltam egyszer egy csillagponton, ami ilyen keresztény fesztivál, ahol volt két hát dicsőítő fellépő, akik az egyik őjük külföldről jött, a másik pedig egy magyar előadó volt. És én nagyon megláttam a kettő között a különbséget, kettő koncert volt egymás utáni napokon, és az egyiken azt éreztem, hogy sokkal inkább maga miatt van itt az emberünk, és sokkal inkább önmagát akarja híresebbé tenni, és tudja, hogy szeretik már a számait, és hogy várják, és nem tudom. És nem vette olyan komolyan, sokkal inkább magával foglalkozott a színpadon, és a másik pedig engem nagyon-nagyon megfogott, az pedig kivetítette a szövegeit, mert hogy hát tudta, hogy vagy hát úgy volt vele, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, és arra számított, hogy vele éneklünk, úgyhogy már erre volt berendezkedve alapból, hogy közös dicsőítés, mert szerintem ez egy fontos dolog, hogy a dicsőítésben nem csak az van benne, aki éppen fennáll a színpadon, és mikrofonba énekel, meg ki van erősítve, meg hasonlók, hanem az is, aki nézi. Viszont hát így az egyházi zene és a mi ifjúsági dicsőítő zenénk között is nyilván látható a különbség, és nem mondom, hogy az egyik jobb, mint a másik, csak talán a... talán mégis mondom, de hogy nem, szóval, hogy szerintem a mai fülnek sokkal inkább átjön a szöveg egy ifjúsági zenében, mert hogy egy mai élő ember, hát nagyrészt olyan emberek írták, akik a ma keresztény létéről gondolkodnak, hogy milyen ma kereszténynek lenni, hogy milyen gondok adódhatnak, meg hogy ezekkel a problémákkal foglalkoznak ezek a zenék. És mai nyelvezettel vannak megfogalmazva, szerintem ez fontos, és így átjön. Viszont nem gondolom azt, hogy elítélendő lenne sem ifi zenét játszani, sem az egyházi zenét. És én valahogy így középen vagyok, hogy én úgy gondolom, hogy jó lenne egy fúziót csinálni. És ezt én el is terveztem egyébként, hogy a zsoltárokat, amiket szoktunk énekelni a templomban, egy kicsit áthangszerelni a mai fülnek megszokottabb zenével, kicsit felruházni, egy kicsit átírni a szöveget, hogyha ez nem egyházelemes, de hogy érthetőbb legyen a mai fülnek igazából, hogy tényleg érteni tudjuk mi fiatalok is, hogy miről van szó bennük, és így egy kicsit kompromisszumot kötni az idősebb generációval, mert igen, vannak problémák ebből, hogy nem engednek minket a saját stílusunk szerint zenét játszani, mert hogy ők azt gondolják, hogy ez eretnekség, vagy nem tudom. Szóval, hogy ez nem egy isteni tiszteletre való ez a fajta zene. Teljesen osztom Hanna véleményét. Annyival egészíteném ki, hogy Jézus azt mondta, hogy olyanok vagytok, mint egy egész emberi test, de önmagában egyik testrész sem ér semmit, együtt vagyunk, alkotunk egy testet. És úgy gondolom, hogy az egyházon belüli zenéket, hogyha így, nem, ez egy nem jó szó, hogy szétdarab, inkább, hogy felsorakoztatjuk egymás mellett, sokkal inkább egymást kiegészíteniük kell, egymás mellett szépen megférniük kell. Senki nem várja el a
az idősebb, vagy azoktól a testvérektől, akik a nagyon klasszikus, orgonás, úgynevezett fekete könyves énekeket szeretik, és azokat éneklik szívesen. Senki nem kényszeríti őket arra, hogy ezeket a modern, újszerű dicsőíti zenéket énekelje, meg tetszen nekik. Valóban, ha valakit ez érint meg, miért állítsunk gátat, hogy megtalálja is a számítását? Köszönöm. Nem tudom, mennyire követitek, hogy az angol... Nagyon köszönöm az őszinte szavakat egyébként, mert itt elhangzott már, nem emlékszem, hogy Hanna vagy Barna mondtad, melyikőtök mondta, hogy nem föllépés. Az angolszász világban, amikor jött ez a modern dicsőítő irányzat, mondjuk így, az öregségnek van előnye is, mert ezekre még emlékszem. És hát ott tényleg egy színpad volt, ma is vannak esetleg olyan egyházak, ahol egyfajta színpadon lép föl a dicsőítő csapat vagy csoport, és ma már azt figyeltem meg, ha néha van időm nézegetni ilyeneket, hogy ez elmúlt a színpad, lebontották. Éppen azért, mert a dicsőítés, még ha volt ez a kis mellékvágány, akkor is a dicsőítés ugye a közösségben történik, és a színpad maga is azt sugallja, hogy ők föllépnek, mi pedig meghallgatjuk, vagy a hallgatóság meghallgatja. És nyilván, ahogy említettem, ugye, hogy a változásra való nyitottság nem sérül református identitásunk, vagy római katolikus identitásunk, vagy evangélikus, és sorolhatnám a többi felekezetet, akkor, hogyha képesek vagyunk változtatni, vagy netalántán egymás mellett gyakorolni, megélni azt, ami már változás. Olyan érdekes ez számomra, hogy bibliafordításokban időről időre minden egyház, aki ad ki bibliafordítást, igyekszik modernizálni a szöveget, és a mi énekünkben most nem jut eszembe pontosan melyik dicséretben van, talán az Eszterág, ami ugye a gólya, ha jól tudom, és például az egyik kislányom nem értette ezt, és hát gondolom nem csak ő nem érti, hanem talán a mai korosztályban sokan nem tudják, vagy sorolhatnék héber szavakat is, amik szerepelnek ugye a dicséretekbe, és ezt már nem érti a mai ember. Azokat a veretes szövegeket, pátoszos szövegeket, amiket eleink egyébként nyilván nagyon nyitott szívvel és áldottan megírtak, azokat tényleg néha nagyon nehéz egyáltalán szépen énekelni és lefordítani üzenetté. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az egy nagyon kis százaléket érint, aki mondjuk csak a zene miatt megy egy gyülekezetbe, de ha jó a dicsőítés, az Isten énekmondással való magasztalása, az biztos, hogy pozitívunként szóba jöhet. Tehát nem hinném, hogy ez riasztó lenne, sőt inkább az a fajta megújulásra való készség épp nálunk reformátusoknál, hogy ahol a folyamatos a reformáció, hogy ilyen egyszerűen mondjam a dolgot, hogy folyamatosan szükséges reformálódni önmagunknak és egyházunknak is. Ez egy nagyon jó dolog, hogy ilyen őszintén beszéltek erről, és hogy látjátok is a megoldást, reménység szerint mindenki ezt nyitott szívvel fogja fogadni. Ugye hát a következő gondolatom az volt, hogy beleillik-e ez az egyházba, hát ezt részben megint érintettük, de hogy azért... Ha jól értem, ti se értitek ezt úgy, a ti szolgálatotokat, hogy az egyháztól ez idegen? Hát itt az a probléma szerintem, hogy rengetegen azt gondolják, hogy ez a református egyháztól idegen ez az egész, és ezért nagyon-nagyon sok fiatal ilyen szabad keresztjén, vagy új keletű gyülekezetekben, vagy hát ilyen egyházakban találja meg a helyét, ahol viszont erre épül az egész alkalom, hogy ott ifjúsági dicsőítés van, és ott nekik nincsenek is ilyen régi egyházi énekeik, vagy legalábbis nem szerintem nincsenek. Viszont szerintem ez fontos, hogy megmutassuk a fiatalságnak, hogy ez nálunk is lehetséges, és hogy nálunk is meg lehet találni ezt a fajta... Hát nekünk így fiatal szívvel szívesen mondanám azt, hogy ezt a fajta szívhez beszélő zenét, mert hát jó, a fekete énekes könyvi énekek is tudnak szívhez szólni, de nagyon, nekem nagyon utána kell gondolnom, hogy ez most mit jelent. Úgyhogy pont ahogy beszéltük is, hogy nagyon furcsa a nyelvezete, hogy nehéz úgy énekelni. Nekem édesapám mindig mondja, hogy az istentiszteleten ugyanúgy fontos a dicsőítés, az éneklés, mint ahogy bármelyik másik része a liturgiának.
És ez mindig nehéz volt felfogni, hogy ezek a fekete énekes könyvi énekek, ezek hogyan fontosak annyira. És utána rájöttem, hogy ez is dicsőítés, csak nagyon nehéz meglátni benne nekem, mint fiatalnak. Igen. Ugyanezt gondolom én is. Most nem csak az emlékezetem, a 165. ének jutott eszem, ez Itt van Isten köztünk. Igen. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal eliállni. Ez még azt mondom, hogy még talán az egyszerűbb nyelvezetű dalok közé tartozik, és valóban igen, az van, hogy elő kell venni, és akár istentisztelet után nem csak úgy automatikusan elénekelni, hanem valóban ezekbe a dalszövegekbe, bocsánat, énekszövegekbe belegondolni, meg mögé gondolni, hogy azok tényleg mit is jelentenek. A mai felgyorsult világemberének, és főleg a fiataljainak, akik nagyon így, én úgy gondolom, az impulzív történések mentén élnek, és gyors visszacsatolásokra van szükségük, egyszerűen számukra ez Makó-Jeruzsálem távolság körülbelül. Nem szoktunk rá időt fordítani, hogy ezt így átgondoljuk, igen. Ezt alá tudom írni. Még egy egyszerűbb nyelvezetű, ami dal, az azonnal másodpercek, vagy percek alatt tud érinteni. És itt ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy minden olyan zene, ami Istent közvetíti, ami Isten üzenetét, Isten érintését magában hordozza, és az valakire, most ne ilyenről beszéljünk, hogy megtérés, csak pusztán egy Isten érintést a szívében el tud indítani, annak igenis, én úgy gondolom, hogy van hely és létjogosultsága, és ez a lényeg. Éppen Gyuri, szerintem, ha jól emlékszem, veled beszélgettünk, erről a dologról még hetekkel ezelőtt, a Jóisten őrizzen meg minket attól, én úgy gondolom, hogy az utolsó kapcsolja el a templomba a villanyt, és utána már nincs senki, nincs utánpótlás, nem lesznek fiatalok. Akkor miért csinálják az egészet? Nagyon köszönöm. Minden lelkésznek, minden gyülekezeti tanárnak nagyon fontos, hogy gyerekzsivaj, fiatalos hív, forradalmi lelkület, sorolhatnám a pozitív jelzőket az új és új generációkra, hogy jelen legyenek, mert valóban akkor kihalásos alapon az utolsó dinoszauruszok is elmennek, és lekapcsolja az utolsó a villanyt. Miközben egyébként azért ezek nem az ördögtől való dolgok. Volt egy nagyon komoly református lelkész ismerősöm, aki valamelyik évben egy Afrikában tartott egyházak világtanácsa találkozón volt, és ő akart látni egy ottani istentiszteletet. És hát van egy ilyen könyv, hogy a Bujúfa alatt, régi evangéliumi kiadós könyvecske, talán ismeritek, és hát beült egy taxiba, hogy szeretne egy istentiszteletre elmenni, a taxis értett angolul, elvitte, hát mentek mindenféle, ott oroszlánok sétáltak a mezőn, meg nem tudom mi, párdusz, gorillák, makákó, minden volt, és hát kiértek egy hatalmas mezőre, és egy óriási ilyen Bujúfa, vagy nem tudom mi, ez majom kenyérfa volt ott, és ott gyűltek össze istentiszteletre a afro, nem amerikai, hanem afrikai testvéreink, a maguk népviseletébe, a tantamdobokkal, és ez a nagyon tradicionális református lelkész elszégyelte magát, hogy olyan örömöt, lehet, hogy rossz helyeken járt, és ezért nem szeretnék senkit megbántani, de hogy olyan örömöt református istentiszteleten, azt a fajta szabadság kifejeződést, amit ott látott, és akkor rájött, hogy a tradíció az néha békjó is lehet. És félrejtés ne essék, nem azt mondom, hogy minden tradíciót, minden hagyományunkat dobjunk ki, hanem hogy képesek legyünk megújulni, átgondolni azt, hogy lehet másképp is. És ugye az nem jó, ha a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyereket, vagy elriasztjuk a fiatalokat azért, hogy már pedig így van. Nyilván egy másik generáció, például mint az enyém, aki a Károli Bibliát olvasgatta, aztán jött 1975-ben az új fordítás, meg 90-ben, stb. Ezeket mi, mivel mindet átéltük és használtuk, így tudom olvasni, és de nekem is okoz néha gondot azért a Káloriba egy-két szó, de fontos, hogy ezeket ismerjük. Ha valaki csak a legújabb fordítást olvassa, akkor ez jó. Szintén az angol száz országokban elég bátran nyúlnak a Biblia szövegéhez abban az értelemben, hogy vannak ilyen egyszerű fordítások, ahol tényleg a mai kor nyelvére elég frissen, hogy megértse az a mai ember, hogy hogyan történik. És ha nem vagyunk nyitottak, akkor igazán Isten más fog használni. Sok évvel ezelőtt
a 90-es évek elején ugye nagyon bántották a hídgyülekezetét, hogy sok református lelkészgyerek is odament, és hát ebből nagy cikk sorozat volt, és éppen kettő dolog vonzotta őket oda. Egyrészt a dicsőítés, hogy egy friss, lendületes, az ő életkoruknak, habitusuknak megfelelő dicsőítés volt, és az igehirdetés is egy kicsit lendületesebb, forradalmi volt, újdonságosabb volt, és ugye én mindig úgy gondolom, hogy amikor történik mondjuk egy újdonság felvetése, akkor el kell gondolkozni, hogy mit tehetünk, nem pedig egyből nemet mondani, ugye, mert ez nem segíti az előrevenet. Hát köszönöm ezen a téren is az őszinte szavakat. Milyen volt a fogadtatása, a visszhangja, hogy látjátok most már ennyi idő után a gyülekezetbe? Tehát, hogy most már kezdik elfogadni, vagy még mindig egy kicsit távolságtartóak a idősebb testvérek, vagy hogyan? Változik-e ez? Hát az elején úgy éreztem, hogy csak a fiatalok jártak, akkor még nagyon kevesen voltak így idősebbek, akik így oda mertek jönni fiisteniszteletre. És viszont nem azzal volt a baj, hogy nem hallottak róla, hanem hogy hát gondolom kicsit így féltek, hogy csak fiatalok lesznek, vagy nem tudom, hogy vajon mi tartotta őket vissza. Mert hogy az istentiszteleten mindig 10 órakor mindig hát informálva voltak arról, hogy lesz. És azóta egyébként szerintem többször megjelennek idősebbek, mint ez a testvér, akiről beszéltem is, aki egy ilyen konferencián meghallotta, hogy mennyit tud adni egy ilyen dicsőítő ifjének, és akkor kíváncsi lett erre, és akkor így egyre többen kezdtek el járni, így idősebbek is. Viszont még mindig nem érzem azt, hogy nagy lenne a nyitottság így a gyülekezeten belül erre a fajta változásra, ami most így keresztül megyünk így ezzel az ifjúságtisztelettel. Nyilván ez egy folyamat, és milyen érdekes, hogy az is egy tradíció, hagyomány volt a református gyülekezetekben, hogy délután, vasárnap délutánként KT magyarázatos istentisztelet, vagy hajnalban aratás idején, faluhelyen ugye hajnali istentisztelet. Néha, mivel próbálom kellő humorral nézni néha a saját hibáimat, aztán lehet, hogy másokét is, hogy mi az a hagyomány, amihez ragaszkodunk, és mi az a hagyomány, amihez nem, hogy nézzem meg, ugye, mert ha előre, ugye a Tanú című film jut eszembe, hogy ugye szegény Pelikának odaadták a tárgyalás előtt az ítéletet, és mondta is Virágelvtársnak, hogy Virágelvtárs, ez az ítélet. Hát először tapasztaljuk meg, hogy mi történik ott, és legyünk tényleg Isten iránt nyitott szívvel. Köszönöm. Hát, hogy érintettetek azt, hogy mi a különbség a tradicionális és a hagyományos istentisztelet között, de akkor ez egy folyamat, amiben benne vagytok, hogy egy kicsit más jellegű az igehirdetés, ahogy említetted, ugye a dicsőítő szolgálat, de akkor ez nyitott kapukat döngettek tulajdonképpen, hiszen azért, ha növekszik a létszám, akik elmennek erre az istentiszteletre, akkor van reménység. Hát, reméljük. Látjuk, igen. Igazából még egy valami, amiben különbözik így a hagyományos istentisztelettől, hogy kicsit próbáljuk interaktívabbá tenni, és nem csak azzal, hogy jobban ilyen jobb, hogy mondjam, szóval képiebben van kifejezve az igehirdetés, az Isten igéje, hanem emberi életeket is úgy példára, szóval hát kiteszünk emberi életeket, ez így furán hangzik, de hogy kiállnak emberek így bizonyságot tenni, elmesélni, hogy éppen ebben a témában hogyan érintette meg őket Isten az elmúlt időkben, hogyha valakinek van valamilyen ilyesmi tapasztalata így a témával kapcsolatban. Mi szerintem mindketten voltunk már így Barnával bizonságtevők egy ilyen istentiszteleten, és szerintem annak is, aki mondja, egy nagyon nagy élmény, ezt így elmondani, úgy nagyon valóságossá válik ez, hogy az ember kimondja, hogy nekem egy Isten élményem volt, nekem Isten ott van az életemben, és velem van. És azoknak is, akik hallgatják, hogy ez nem csak egy olyan dolog, ami szóban létezik, hanem ez emberi életeket változtat meg, és szerintem ez is egy fontos része ennek a változásnak, a ifjúsági szeretnek. Ezt azért jó hallani, mert ugye a kisegyházak jellemzője szintén, ugye nem a történelmi három nagynak mondott, ezt már kicsit időzőjelbe kell tenni,
hogy nincs bizonyságtétel. Tehát egy átlag ember, aki mondjuk nyitott szívű az Istenre, elmegy az Isten tiszteletre, meghallgatja, talán forgatja a szívébe, gondolkozik rajta, és hazamegy, és aztán jönnek a hétköznapok, fölakasztja a fogasra a vasárnapi keresztény ruháját, és nem tudja, hogy hogyan alkalmazza az ott hallottakat. És a bizonyságtétel szintén nem az ördögtől van, hiszen azért a bizonyságtétel a Bibliában is szerepel, attól függ, hogy mit értelmezünk annak, de hogy valaki beszél az Isten hitéről, az Istennel való kapcsolatáról, akár szolgálatból, mint a proféták, vagy akár tanításból, vagy a feladatából, amit Istentől kapott, de hogyha ezt nem halljuk, hogy Isten ma is működik, és az életünket formálja, alakítja, megáldja, olykor megpróbál bennünket, megtart bennünket, akkor az emberek azt gondolják, hogy egy ilyenfajta történelmi visszatekintést teszünk azokra az időkre, amikor Jézus itt járt a földre. Nagyon fontosnak tartom, nem csak a hétközi kis csoportokban, mert ugye nálunk, hál' Istennek, vannak úgynevezett beszélgetős hétközi alkalmak, de egy Isten tisztelethez hozzátartozik, hogy az az ige, ami elhangzik, az, bocsánat a kifejezését, de hogyan működik az egyéni életünkbe, hogy ez nem csak egy elvont szép beszéd, jó reménység szerint, hanem ez egy ma is élő és ható dologa, olyan az ige, amit a Szentlélek megelevenít, és alkalmazni tudom az életembe Isten segítségével. Ez nagyon fontos, köszönöm, hogy ilyen jó híreket. Ugye én magam még nem voltam, ez kicsit bűnbánattal mondom, mert akkor szolgálatom van, de egyszer biztos sort kerítünk rá, hogy részt tudjak venni, mert ezek jó hírek. És ugye nem úgy kell ezt látni, az ellenség keze betette a lábát, mert most a fiatalok itt nem tudom mit próbálkoznak, hanem tényleg ezért akár imádságban is hordozni, hogy van változás, és tényleg Isten ezt megáldja mindenféle értelemben. Akkor ez nem baj tulajdonképpen, hogy van különbség egy istentisztelet és istentisztelet között, ugye? Nem. Nem mondanám, nem. Sőt. És hát van-e valamilyen üzenet azoknak a fiataloknak, most, hogy ilyen nagyobb nyilvánosságot kaptunk ugye a beszélgetésre, hogy akiknek nehézkes vagy kicsit körülményes, nem érthető a hagyományos, tradicionális istentisztelet, van-e valami üzenet, bátorítás, amit így elmondhatnátok a beszélgetés vége felé közeledve? Jöjjenek el itt istentiszteletre. Pudin próbálja az evés. Én is ezt tudom mondani egyébként. Én könnyen tudom így külső szemmel nézni azt, ami ott bent történik, mert én is átmentem rajta, ráadásul nem régen, hogy mennyire nehéz ott ülni egy ilyen 10 órás istentiszteleten, és nem érteni semmit, azért mert, hogy kánaáni nyelven van, hogy az úgynevezett kánaáni nyelven van az egész, hogy a kereszténységben használt kifejezéseket használjuk, és nagyon-nagyon nehéz egy külső... hát aki csak úgy külsőleg bejött az utcáról, és nem így nevelkedett, vagy ilyesmi, megérteni azt, hogy miről van szó. És én azt látom, hogy ezen az ifi istentiszteleten mindig egészen más a nyelvezet is, hogy próbálunk sokkal inkább mai dolgokkal példálózni, és tényleg ez hogy megmondani, hogy hogyan kell igazából, vagy hát nem megmondani, mert nem vagyunk megmondó emberek, de hogy nálunk hogyan működik ez a való életben, és úgy próbálunk általában fiatalokat kihívni oda, így bizonyságot is tenni, hogy elmondják, hogy fiatalok a fiataloknak, sokkal könnyebben tudunk kapcsolódni egymáshoz így fiatalokként, abban, hogy nálunk a mi életünkben ez hogy működik, mert hogy igazából ez a legfontosabb, hogy amit egy istentiszteletnek közvetítenie kell, hogy hogyan lehet elindulni ebben az életben. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy jövő héten vasárnap 3-kor ifi istentisztelet lesz, és várom mindenkit szeretettel. Köszönjük szépen, tehát március 6-án, vasárnap 15 órakor az úgynevezett kakasos templomban. Igen. Várunk szeretettel mindenkit. Nagyon köszönöm a beszélgetést, az őszinte szavakat. Ez bátorító számunkra. Azt gondolom, hogy az Isten egyébként is ismeri a szívünket, tehát nem érdemes mellé beszélni, mert az Isten tudja, másnak meg mondhatunk bármit, de ez nagyon jó hír, hogy van erre lehetőség, és nyilván más egyházakban is teszik a dolgokat a lelkész testvérek, a plébános testvérek, éppen azért, mert ez a szolgálatunk lényege, hogy bevonjunk másokat szolgálatba, és Krisztushoz vezessünk embereket, vessük az ige
magját, az emberek szívébe otthonra találjon Jézus Krisztus, és megváltozzon az életük, hogy Istennel tudjanak élni, és ebben nem az ördögtől való, ha modernebb formákat használunk. Hittanoktatóként az a tapasztalatom, hogy a legjobb marketinges az egyik hittanos a másiknak, hiszen a gyermek őszinte nem olyan szépen fogalmaz lehet, mint egy tanult lelkész vagy szolgálattévő, de mégis őszintességgel, ahol ő jól érzi magát, arról szívesen beszél a másik fiatalnak vagy gyermeknek, és így nyilván hamarabb fölkelti az érdeklődést. Hát a kedves nézőket is szeretettel várjuk akkor erre az alkalomra. És nem csak fiatalokat, ezt is ki kell emelni, hogy nem csak fiataloknak van. Korhatáros besorolása nincs az Isten tiszteletnek, úgyhogy bátran látogassanak minden érdeklődőt, szeretettel várunk. Hát a megszokott rendszerint, miután megköszönöm a beszélgetést és a részvételeteket, egy imádsággal zárnánk a mai alkalmat, és köszönöm a kedves nézők megtisztelő figyelmét. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozunk. Mindenható Urunk, köszönjük, hogy Te ma is élő és ható, munkálkodó Isten vagy, és így teszed ezt sokunk életében. Köszönjük, Urunk, hogy Te szereted az általad teremtett világot, azokat is, akik hisznek benned, és azokat is, akik nem hisznek, akik még talán nem találtak meg Téged. Köszönjük, hogy Te újabb és újabb módon akarod megszólítani az embereket, és akarod, hogy mi ebben jó tanítványok legyünk, engedelmeskedjünk neked, és tanuljunk egymástól is, kortól, végzettségtől és hitben járás idejétől függetlenül. Köszönöm neked a fiatalságot is, hogy ők is keresnek Téged, adj nekünk bölcsességet idősebbeknek, hogy jól tudjunk szolgálni feléjük, tőled való módon tudjunk szolgálni feléjük, és legyen nyitott a mi szívünk, lelkünk, gondolkodásunk az új dolgokra, amelyekre a Te áldásod van. Így kérlek a szolnoki, a magyar fiatalságért is, hogy akiket Te szeretnél megszólítani, add, hogy alkalmas szolgálattevők legyenek körülöttük, itt Szolnokon is, a református, római katolikus, evangélikus és a többi felekezet, gyülekezet életébe is, hogy tudjunk képviselni Téged ebben a világban. És kérlek azért is, Urunk, hogy most ebben a viharos időszakban, ami körülvesz bennünket a vírussal idehaza és egyéb gondokkal a körülöttünk levő szomszéd országokban, attól, hogy tudjunk imádkozni, tudjuk képviselni a kereszténységet előtted, ne szavakban, ne megmondó bölcsességnek látszó dolgokban, hanem tevékeny szeretettel, amelyet tőled kaptunk. Áld meg, Urunk, hogy a Te békességed eljöjjön erre a földre, és ne a háborúság győzön körülöttünk. Akiken tudunk, akiket ránk bíztál, azon segítsünk, azzal is úgy, ahogyan Te ezt adod nekünk. Tarts meg bennünket, Urunk, mert minden jónak, áldásnak Te vagy a forrása a mi életünkben. Jézus érdemért kérlek, hallgass meg bennünket, Atyánk. Amen. Amen. Mit jelent ma hívőnek lenni? Ezen kívül még ezernyi kérdésünk van a hitről. Keressük együtt a válaszokat az Ökumeni jegyében. Podcast a hitről a Szolnok Televízióban.